Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az első osztályú városi kispályás labdarúgó bajnokság 8. fordulójában meglehetősen sok, 59 gól született, és remek meccseket vívtak a csapatok. A bajnoki címvédő, ám a játék hét előtt a harmadik helyen álló Bombon a legutóbb Szányra kapott Cooper SC ellen lépett pályára. A városi kispályás bajnokság 8. fordulójában Cooper SC Bombon. Kék mezben a Cooper, jobbról balra a képernyőn, még fehér mezben a Bombon együttese. A két csapatot a tabellán 9 pont választja el egymástól. A Bombon jelenleg a harmadik 15 ponttal, a Cooper SC pedig a tizedik 6 ponttal. A találkozó esélyese a Bombon csapata. Azonban meg kell jegyezni, hogy a fehér mezben játszó bajnoki címvédő együttesében tulajdonképpen majdnem nincs egészséges játékos. Ezt elmondták a mérkőzés elején a Bombon labdarúgói, hogyha esetleg bármi valami furcsa eredmény születne, mármint az ő szemszögükből furcsa eredmény, akkor ezt kifogásként mindenképpen felhozhatják, hogy nem teljesen egészséges a csapat. A két együttes összeállítása, a Bombon kapuját Hegedűs Ferenc őrzi, mezőnyben pedig jelenleg a kezdő csapatban 9-es számmal Knausz Tamás, 13-assal Fésű Gábor, 3-assal Csina Gyatilla, 27-essel Balló Zsolt és 7-essel Molnár Csaba. Ez a fehérmezesek kezdő 6-osa. A Cooper csapatában Csajági János őrzi a kaput, a kezdő csapatban pedig még 2-essel Blaski Gábor, 3-assal Mezei Róbert, 4-essel Király Antal, 9-essel Nagy Péter és 5-össel Nagy Attila kapott helyet. A tavalyi bajnokságban a Bombonnak azért meggyűlt a baja a Cooperrel, ahogy sok más csapatnak is, akkor ugye újonc volt a kékmezes gárda az első osztályban. Most már egy év tapasztalatával, egy év rutinjával felvértezve szállnak harcba ismét a Bombon ellen. Király elszakadt őrzőjétől, aztán fordulásból lőtt, a labda azonban elkerülte a kaput. A Bombon csapatában Szoboszlai Zsolt vár bevetésre, egyedüli csereként, míg a másik oldalon két cserejátékos ül a pálya szélén, mégpedig Lukács Tamás és Maszlak János. A Bombon egyik meghatározó tagja, Csucsánszki Zoltán nem lép ma pályára, ő is sérüléssel bajlódik, ezért hiányzik. Blaski, Király, Hegedűs kapus állítja le a labdát a kirúgáshoz. Blaski előzte meg Molnár Csabát. Mezei, Nagy Attila, Király, Nagy Péter, Hegedűs kivetődik a kapujából. Nagy Péter húzott egyet a labdán, áttette a másik lábára, aztán a kapu mellé lőtt. Az első helyzet az 5. percben a Cooper előtt adódott. Hegedűs, Knausz kivágja a labdát. Cooper bedobás következik, Blaski ezt lábbal végezte el. Nagy Attila is így hozta játékba a labdát. Nagy Péter. Három fehéremezes gyülekezett ott előtte. Blaski,
Mezeinek adja hátra. Hegedűs kidobása, Molnár csúsztatta meg, Csínagy azonban nem érkezett a jobb szélen. Király. Nagy Attila. Nagy Péter. Egyel adott labda. A Cooper nem kezdte túl jól az idei bajnokságot. Az utóbbi időben lendültek játékba, vagy formába. Eddig két győzelmük van a kékeknek. És emellett öt vereség. Ezzel büszkélkedhetnek tehát. Már amennyire büszkék lehetnek erre a mérlegre. A legutóbbi fordulóban éppen nyertek 4-0-ra a Cooper, illetve a klub Fece ellen. Ez valamelyest lendületet adhat a csapatnak. És az elmúlt héten, az elmúlt fordulóban tudhatta soraiban a Cooper SC ismét első számú kapusát, Csajági Jánost. Aki most is itt van, és nem tudja hárítani a bombon első igazán gólhelyzetét, Balló Zsolt, a gólszerző, egy remek bombonakció után 1-0-ra vezet tehát a bombon a 7. percben. Egy nullás bombon vezetés tehát. Csínagy fejeli a kapu előterébe a labdát, Csajági húzta le biztos kézzel. Blaski. Király. Nagy Attiláról. Illetve Nagy Attila passzába ért bele Csínagy. Cooper bedobás. Blaski a túloldalon neveszi a labdát. Aztán a felezővonal felé húz, Mezeinek passzol hátra. Nagy Péter fésű szerelte. És egy bombon szabad rúgás következik. A Cooper az első fordulóban 7-5-ös vereséget szenvedett a MÁV gépészettől. A második játékhéten 5-4-re nyerni tudott a Maratonsport ellen. A harmadik fordulóban a Fevitától szenvedett 5-2-es vereséget. De nézzük ezt az akciót, mi lesz belőle. Való Zsoltot rántotta vissza Nagy Attila, mehet tovább a játék, hiszen maradt a labda a bombonnál, Molnár Csaba lőtt kapura. A negyedik fordulóban 8-2-re kapott ki a Cooper a Fedél Kft-től, az ötödikben 5-3-ra a Csé plusz V-től, a hatodikban nem léptek pályára a Turuline ellen, nem állt ki a Cooper SC, így 3-0-ás gólkülönbséggel vesztették el azt a meccset játék nélkül. És mint azt már mondtam korábban, a hetedik fordulóban nyerni tudtak végre a klub Fecl ellen 4-0-ra. A tavalyi bajnok a bombon nem szerepel rosszul a bajnokságban. Egyetlen vereségük van. Öt győzelem mellett, tehát eddig 6 mérkőzést játszott a fehérmezes együttes. És ezt az egyetlen vereséget, ami talán az egyik legfájóbb, hogy az egyik nagy riválistól, a Fedél Kft-től szenvedték el, mégpedig 4-2 arányban. Ez a hatodik fordulóban történt, a legutóbbi játék héten pedig a Csé plusz V-t meg tudták verni 4-3-ra. Molnárék. Hogyha az imént felsoroltam a Cooper eredménylistáját, akkor ezt megteszem a bombondal is.
A nyitó fordulóban a Sümélyes Barátait 7-4-re verték. A második játék héten a Polyák BT-t 7-0-ra lépték le. A harmadik fordulóban majd csak december 10-én játszanak egy elhalasztott mérkőzésen a MÁV Gépészet ellen. A negyedik játék héten a Maraton Sportot verték 11-3-ra, az ötödik fordulóban pedig a Fevitát 5-3-ra. Az utóbbi két hét történéseit pedig már az imént említettem. Mausz fejelte ki a labdát, aztán Csí nagy veszi át, Blaski támadja és szereli is. Csajági szedi fel a labdát, Nagy Attila, Valló Zsolt támadja, szereli, majd aztán sarokkal teszi tovább Molnár Csabának. Csí nagy. Középen Nagy Attiláról vágódik ki a labda. Fésű Gábor próbált volna kapura húzni, azonban Nagy Péter szabálytalanul állította meg a hatos vonal előtt. Bombon szabadrúgás következik a kaputól 7 méterre, 6,5 méterre. Knausz a labda mögött. Aztán ő inkább el nagyonnan Molnár Csabának hagyja. Molnár lövi el, levágódik a sorfalról. Így a szabadrúgást bedobásra váltja a Bombon. A 12. percben járunk, 1-0-ás Bombon vezetés. Knausz bedobása Csajági kezén, átcsúszik a labda kezei között. Nem volt túl magabiztos megmozdulás. Aztán Király vezetheti most már a túloldalon a labdát. Cooper szabadrúgás következik, miután Nagy Péter került a parketre. Nagy Attila és Blaski a labda mögött. Nagy Attila kapja a legurított labdát, Hegedűs még beleért bizony szöglet. Nagy Péter a sarokrúgással, aztán Király elől fésüpöt szindik ki a labdát az oldalvonalon túlra. Blaski. Nagy Péter. Való. Nagy Péter érkezik hátra, és némi kézi munkával, de elválasztja a labdától Balló Zsoltot. Blaski. Mezei. Csajági kapusnak hátra. Mezei. Kellemetlen helyzetben Molnár támadja. Bombon bedobás következik. Knausz érkezik. Csajági keze elől perdítette tovább a labdát Balló. A labda már kint volt. Balló Zsolt igazít szerelést. Ez alatt a cipőfűző megkötését kell érteni. Blaski. Nagy Attila felé ívelte előre a labdát. Csí nagy fejelte le. Balló. Knausz. Csí nagy. Balló Zsolt egyből vissza hátra, aztán Hegedűs vállalkozik kapás lövésre. Saját kapuja előteréből. A labda az oldalvonalon túlra repült. Molnár Csaba. Aztán Balló összjáték a Molnár. Szerette volna, ha Balló kíséri az akciót a bal szélen. Ám ez nem így történt. Király jól pertíti tovább a labdát, aztán Nagy Attilával játszik össze, aki lefejelte neki azt. Knausz, Mezei, Blaskinak kell megmentenie a vonal előtt. Kiharcol egy szabad, illetve egy bedobást. Blaski bedobása. Nagy Attila. Most már Csí nagy. Rövid volt a passz. Knausz. Balló, ballal, Csajági.
igen kiszorított helyzetből, éles szögből vállalkozott kapás lövésre Balló Zsolt nem volt rossz. Sem az elképzelés, sem pedig a kiviterezés azonban Csajági a helyén volt. Király. Fésű. A 15. percben járunk továbbra is, 1-0-ás bombon vezetés. Király. Mezei. Csajági kíséri ki a labdát egészen messze a kapujától. Hegedűs kidobása, Blaski fejeli vissza a bombon tér felére. Nagy Attila, aztán most már Király a labdával. Blaski. Nagy Attila fejelt el a labdát, Mezei, Király Antal, nem jön be a csel, Csínagy szerelte remekül. Csínagy, de jól tette be középre a labdát, Molnár Csaba érkezett és a felső lécről vágódott ki a labda. Marad az 1-0-ás bombon vezetés. Molnár, ő tisztáz. Balló veheti le. Kint volt már a labda, Cooper bedobás következik. Blaski. Király. Molnár Csaba szeridíti meg a labdát. Aztán Nagy Attila és Nagy Péter együttes erővel szereltek, de már is itt a bombon kontra. Blaski vágja előre. Nagy Attila, Király, Szoboszlai Zsolt közben a pályán, Molnár Csaba helyett a bombon csapatában. Az első labda érintése nem volt túl szerencsés Szoboszlainak, hiszen elpattant a játékszer a lábai között. Blaski a felező vonal előtt leveszi a labdát, aztán jobban lő, Hegedűsnek kellett vetődve védeni, de még nem szabadul fel a bombon kapuja, Nagy Attila lövését is Hegedűs védte bravúra. Aztán most már Balló Zsolt indulhat a másik oldalon, Csínagyot futtatja a bal szélen. Balló szerzi vissza a labdát a Cooper hatosa előtt. Blaski volt erőszakos, és végül sikerült kiharcolnia azt, hogy ne szöglet, hanem kirúgás legyen a dologból. Szoboszlait előzte meg Mezei nagy lendülettel. Most labdára kell várni. Megérkezett a pótlabda. És a játékosok inkább megvárják az eredetit, ami időközben visszaérkezett a Vokergéjéről. Blaski még, azt hittem, hogy még bent volt a labda, de a játékvezető közelebb állt az esethez, így tehát kint volt Hegedűs. Csajági nem tudta megfogni a labdát, így szöglet lett a bombon előre ívelt labdájából. Szoboszlai szöglete, Csajági védett lábbal. Nagy Attila, Blaski. Huszadik perc, 1-0-ás bombon vezetés. Király, Knausz fejeli előre, Szoboszlai, Balló,
Szoboszlait futtatja, Csajági jön ki, és veszi birtokba a labdát. Aztán Balló zavarta meg a 12-es számmal játszó Lukács Tamást, aki csereként állt be. Cooper szabadrúgás a mérkőzés 21. percében. Két tagú a bombon sorfala. Nagy Attila lövése pedig levágódik a sorfalról. Lukács. Nagy Attila. Csínagy. Szoboszlai. Lukácsot csapja be, belőtte keményen a kapu elé a labdát, azonban nem érkezett be robbanó játékos. Blaski. Király Blaskinek hátra. Nagy Attila. Nagy Péter. Nagy Attilának vissza. Aki királyhoz továbbít. És a bombon folytathatja a játékot. Knausz dobja be. Csínagy saját magát szögteti. Csajági jött ki. És Csínagyra pattintotta a játékszert. Így a Cooper fordulhat. Nagy Attila királytól kapta vissza a labdát. És gyönyörű gólt lő Nagy Attila. Ez egy gyors Cooper akció volt. Remek befejezéssel egyenlít tehát a Cooper SC a mérkőzés 22. percében a gólszerző Nagy Attila. Fésű. Csínagy. Knausz. Csajági húzza le. Király. Knausz. Balló. Szoboszlai indult a bal oldalon, nem kapta a labdát. Lukács elől pöccintették tovább a labdát, de a bombon tetjére maradt a labda a Coopernél egészen mostanáig. Hiszen a helyzetet elpuskázták a kékmezesek. Csínagy egy picit hosszan vette át a labdát. Balló érkezik, Nagy Pétertől veszi el a játékszert. Aztán Szoboszlai próbálta Knauszt játékba hozni, nem sikerült, elagadt a labda. Aztán Nagy Attila passza sem jó, Fésű lépett ki jókor. Balló pedig nem túl jó ütemben passzolt. Király Antal érkezett hátra. Blaski. Knausz lábáról vágódik ki a labda szögletre. A negyedik perc király szöglete, Nagy Péter lövése pedig levágódik Fésűről. Lukács. Nagy Péter. Ismét Fésű, az aki útját állja a labdának. Újabb Cooper szöglet következik. Nagy Péter. Csínagy. Könnyűszerrel, zavartalanul szerezte meg a labdát, aztán Csajági szedi fel. Nem volt jó a passz. Nagy Attila. Knauszra vezette rá. Csínagy. Szoboszlai kéri a labdát, kapja is Csínagytól. Szoboszlai, Csajági véd, és az ismétlés is a kapusról vágódik ki, de most már nem a mezőnybe vissza, hanem az alapvonalon túlra. Bombon szöglet. Balló Zsolt elől perdítette tovább a labdát Király Antal, aztán Balló még megmenti a vonal előtt. Knausz. Szoboszlai. Lukács támadta hátulról, Szoboszlai felperdíti a magasba. És vége az első fél időnek. 1-1 a mérkőzés állása a Balló Zsolt 7., illetve Nagy Attila 22. percben lőtt góljaival.
Abonban kezdte a második félidőt. Egy-egyre állnak a csapatok. A fehérmezeseknél nem változott a kezdő csapat, pontosabban a második félidőt befejező csapat. Knausz, Fésű, Balló, Csénagy és Szoboszlai a pályán. A Coopernél azonban 13-as számmal egy friss ember érkezett a pályára, mégpedig Maszlag János. Király. Knausz. Hegedűs. Nagy Attila fejelt el a labdát, Knausz érkezik nagy lendülettel. Csajági, Lukács. Kint volt már a labda. Blaski szedte le a labdát a levegőből, Ballú elől. Csínagy lőtt, Csajági védett. Lukács érkezik a jobb oldalon. Maszlaggal próbált összejátszani, a labda azonban nem volt pontos. Nagy Attila jól tartja a labdát, eddig Blaskinak passzol hátra, aztán ő vissza szerette volna passzolni Nagy Attilának, közben már a Bombonnál a játékszer. Balló Zsolt hagyja ott a labdát Knausznak, végezze elő a bedobást. És ez volt a jó öngól, hiszen Blaskiról pattant a labda a hálóba a bedobást követően. Ezzel 2-1-re vezet a Bombon. Jókora szerencsével. Mérkőzés 28. percében járunk. Balló. Knausz érkezik fölé. Kirúgás. Csajági Szoboszlait találta el, aki ott a hatos vonal előtt sétafikált. Bonbon szabad rúgás következik. Fésű végzi el, és nem is volt rossz. Blaskin pattant meg a labda, és ismét a hádóba vágódik a játékszer. 3-1 a Bombon javára, 29. perc. Egy perccel tehát az iménti találat után. Most Fésű a gólszerző. Blaski. Király. Blaski. Lukács. Maszlag. Csínagy választja el könnyedén a labdától, aztán kirúgja azt. Arról pattan ki a labda az oldalvonalon túlra. Knausz. Hegedűs. Szoboszlai csak megcsúsztatni tudta a labdát. Így Cooper kirúgás következhet. Csajági, Nagy Attila. Blaski háta mögé, Lukásnak pedig hosszú volt. Knausz.
Klaus bedobása, fésű, egy picit magas volt a labda. Nem volt rossz az elképzelés. Knausz próbálkozhat ismét egy bedobással, Szoboszlai robban be, és pöccinti a labdát a rövid sarokba. Csajági mellett 31. perc, 4-1 a Bombon javára most már. Lukács. Meglépett a Bombon. És tulajdonképpen három állított szituációból Csínagy, Szoboszlai nem éri el, hosszú volt a labda. Hiszen két bedobásból és egy szabad rúgásból húzott el a fehérmezes együttes. Lukács, Nagy Attila, aztán Király veszi át a labdát, Knausz lépett oda jókor. Maszlab. Mezei érkezik. Távolról lő, Hegedűs még beleért, szöglet. Knausz fejelte ki a labdát üres területre. Nagy Attila. Király tette le neki, Nagy Attila, a Hegedűs. Szép támadás volt. Nagy Attila szöglete. Fordulhatnak a Bombon játékosai, Szoboszlai, Lukács. 3-2-ben Lukács ellövi, Hegedűs véd. Aztán fésű vágja előre. Hooper kirúgás következik. Mezei. Knausz. Nagy Attila. Király. Fésű. Maszlag. Veszi le szépen a labdát. Nagy Attila lő. Nem sokkal ment mellé. Csínagy. 33. percben járunk. 4-1-es Bombon vezetés. Balló. Bullóba zárják, mehet tovább a játék. Csajági érkezett ki kapujából. Maszlag. Szoboszlai. Nem lőtte el a labdát, inkább le akarta passzolni Ballónak. A játékos társhoz azonban nem jutott el a labda. Knausz bedobása. Király fejeli ki. Csínagy pedig haza. Szoboszlai. Knausz elé perdíti tovább a labdát. Maszlag, Lukács. Aztán ismét Maszlag a labdával. Még mindig ő. Levágódik a lövése, Lukács próbálkozhat, és a kaput sem találta el. Jobban lőtt Lukács. Knausz. Balló. Lukács. Nagy Attila. Csínagy érkezett. Knausz. Csínagy kéri a labdát, egyelőre nem kapja, most visszafelé fut a felezővonal felé. Knausz inkább kapusát, Hegedűst választja. Ő előre vágja, és a másik kapus, Csajági szedi össze a labdát az alapvonalon kívül. Nagy Attila. Mezei. Király. Nagy. Király. Mezei zárkózik fel. Balló. Bombon szabad rúgás következik a találkozó 35. percében.
4-1-es vezetésüknél, tehát Fésű vágja előre a labdát. Nagyon szép volt Csi nagy csúsztatása. A labda azonban a kapu mellé perdült. Nagy. Nagy Attilához kerül ismét a labda. Lukács. Király. Maszlag. Szoboszlai. Balló. Egy emeléssel próbálkozott Csajágin, azonban nem tudta átemelni a labdát. Szoboszlai. Kirúgás. Nagy. Lukács. Nagy ismét. Mezei. Nagyban akad el a labda, ebből fordulnak a fehérmezesek. Gól. Balló Zsolt a gólszerző. Egy elvesztett a labda után létszámfülénybe került a Bombon csapata, és ezt ki is használták. Balló burította laposan a labdát a kapuba. 37. perc. 5-1 a Bombon javára. Király. Nem tudta magát áthámozni a védőkön a labdával együtt. Nagy. Lukács. Királytól kapta volna vissza. A Cooper SC végezhet el szabadrúgást a 38. percben. Meze is hettenkedik fel lövésre, kapja a labdát, egy csel után lő, nem sokkal ment mellé a labda. Fésű. Hegedűs. Fésű és Hegedűs összjátéka, aztán Knausz is játékba avatkozik. Sőt, olyannyira, hogy meg is indul a kapu felé. A passz elakadt. Maszlag Királyhoz továbbít, Király egy csel után. Aztán Maszlag érkezik. Ez sem volt rossz támadás. A labda azonban ismét célt tévesztett. Marad az 5-1-es Bombon vezetés. Knausz. Csénagy. Fésű. Hegedűs. Nagy Péter egyedülre tartja a labdát. Még mindig ő, aztán most már Knausz kíséri ki. Hegedűs kirúgása Csi nagy felé, Mezei. Szabad rúgás. Nagy Attila. Maszlag. Nagy Péter elől Csi nagy. Szoboszlai. Knausz. Kapusának engedte a labdát. Aztán Knausz. Most Molnár elé próbálta emelni a játékszert. Nagy Péter és Nagy Attila összjátéka után Nagy Péter lő, Hegedűs véd. Fésű pedig kirúgja a labdát, Cooper bedobás következik. Nagy Attila, Nagy Péter csúsztatja meg. Kirúgás következik majd.
A 40. percben járunk, tehát 10 perc van még hátra a találkozóból. 5-1-es a bombon vezetés. Maszlag. Lukács. Nagy Attila. Lukácsnak szerette volna visszapasszolni. Knausz. Fésű. Hegedűs. Molnár Csabát Mezei előzte meg. Lukács. A kapu mellé lő. Egy újabb lehetőség volt a Cooper előtt a gólszerzésre. Lukács lövése azonban ismét elkerülte a bombon kapuját. Molnár Csaba szerez labdát. Molnár, szép! Molnár Csabát dicséri ez az akció, hiszen lerázta magáról őrzőjét, Mezeit. Átvette a labdát, és Csajáki kapus alatt a kapuba lőtt. 42. perc, 6-1-re vezet már a bombon. Hegedűs dobja ki Szoboszlai. Csína érkezik, egyből lő távolról a kapu mellé. Maszlag. Mezei. Nagy Attila. Knausz. Fésű. Csínagy. Kibillentették az egyensúlyából, mert tovább a játék előnyszabály. Szoboszlai lőtte a kapu fölé. Nagy Péter. Knauszban akad el. Cooper bedobás. Király. Csajáginak fejeli haza a labdát. Aztán Lukács kapja a kigurítás után. Szoboszlai pöccintette rá a labdát Nagy Péter lábára. Fésű. Knausz. Hegedűs. Fésű. Knausz. Próbált letámadni a Cooper-SC-t, nem sikerült, kihozták a labdát a bombon játékosai. Knausz fölé. Szoboszlai tette vissza a labdát. Király. Knausz vágja ki. Király. Nagy Péter, Fésű szerelte. Szöglet. A 44. percben járunk. 6-1-re vezet a bombon. Molnár. Szoboszlai fut a bal oldalon. Lövésébe belelépnek. Lukács ért hátra. A szöglet után a labda elsuhant mindenki lába előtt. Balló! Nagy Péter lépett bele a lövésbe keményen. Fésű. Knausz. Balló Zsolt. Molnár Csaba. Már úgy tűnt, hogy elveszik ez a lehetőség, aztán Molnár Csaba mégiscsak betalált ilyen kiszorított helyzetből, és épp hogy befért a labda a kapus és a bal kapufa között a hálóba. Ezzel tehát már 7-1-re vezet a bombon. Molnár dupláját követően a 45. percben.
Maszlag, Molnár Csaba érkezik hátra és szerel. Baló Zsolt. Lukács próbálja megszerezni a labdát, ez sikerül is. Nagy Péter most már Baló elől fedezi, Király. Baló érkezik hátra és szerel, aztán Nagy Péter lép közbe. Küzd, hajt a Cooper SC, azonban nem tudja felvenni a versenyt a Bombonnal. Mindezt mutatja az eredmény is. 7-1 az állás a fehérmezesek javára. Szoboszlai, Hegedűs, Knausz. Szoboszlai, Fésű. Hegedűs kapusnak hátra. Lukács. Maszlag. Király perdítette tovább. Molnár pedig visszahúzza a labdát. Amely plafont ért, így játékvezető labdával folytatódik a mérkőzés. Knausz adja vissza sportszerűen a játékszert a Cooper csapatának, akik most támadásba lendülhetnek, hogy valamelyest kozmetikázzák az eredményt. Nagy Péter, aztán Nagy Attila most a labdával. Lukács, Nagy Attila. Valamivel több mint 3 perc van hátra a mérkőzésből. Knausz. Kioszt egy kötényt Nagy Péternek. Sajági jön ki a kapujából. Király előtt elpattan a labda, Szoboszlai. Ketten kérték a kapu előterében. Balló és Molnár Csaba. Fésüke kapta azonban. Hegedűs. Most Szoboszlai futhat érte. Lukács próbál fedezni. Hatékonyan Molnár Csaba pedig megnézhette magának, hova lövi a labdát, és aztán célt tévesztett. Király. Jól tartja. Lukács. Nagy Attila. Nem igazán tudják átjátszani a Bombon védelmét a kékmezesek. Lukács. Király lehúzta a fejét, vagy éppen nem ért el. Így Bombon kirúgás következhet a mérkőzés 49. percében. Szoboszlai. Knausz érkezik. Balló. Eladja a labdát. Lukács indulhat meg ebből. Lukács. Ahelyett, hogy lőtt, passzolt. És ez volt a veszte, hiszen elakadt a labda fésűben. Knausz. Szöglet. Knausz végzi el a sarokrúgást. Ő inkább ott hagyja Szoboszlainak. A befutó emberhez próbált passzolni Szoboszlai. Azonban a befutó ember is megtorpant, és a labda sem volt pontos. Nagy Péter! A kapu mellé suhant a labda, és nem ért bele a Bombon kapusa. Fésű. A rendes játékidő utolsó percében járunk, tehát az 50-ben. 7-1-re vezet a Bombon. Knausz. Csajági lépett ki a kapujából. Maszlag. Nagy Péter. Maszlag ismét. Egy távoli lövés. Hegedűs véd. És talán még ez a szöglet belefér. Király végzi el a szögletet. És a következő sarokrúgásra már nincs idő. Vége a mérkőzésnek a Bombon, tehát magabiztos játékkal 7-1-re nyert a Cooper SC, teljesen megérdemelten még ilyen arányban is a gólokat.
a Cooper oldalán, azt az egyetlen egyet Nagy Attila szerezte, a másik oldalon pedig Balló Zsolt kétszer, Molnár Csaba kétszer, valamint Fésű és Szoboszlai voltak eredményesek, ma is persze egy Blaski öngól. Még egyszer a végeredmény, Cooper SC Bombon 1-7. Meglehetősen átrendezték a tabellát. Az Aprilia értékes győzelmével továbbra is 100%-os, és elmondhatjuk azt is, hogy már nincs nyeretlen csapat az első osztályban. Lássuk az összefoglalókat. A keddi játéknap első mérkőzésén a Total Food alaposan meglepte a Fevita csapatát. A forduló előtt még nyeretlen Gárda, Igari és Molnár góljaival a 13. percben már 3-0-ra vezetett. Az első félidő végén aztán magára talált a Fevita, és Szente két góljával szorossá tette a meccset. A második játékrész elején akár az egyenlítő gólt is megszerezhették volna, de a helyzetek rendre kimaradtak, a Total Food pedig egy váratlan ellentámadás végén növelte előnyét. Innentől már nem volt kérdéses a győztes csapat kiléte, a végül 3 gólig jutó Igari Tamás vezetésével a Total Food magabiztos játékkal 7-3-ra legyőzte a Fevita gárdáját, és ezzel megszerezte első győzelmét a bajnokságban. 2x25 percből 2x4-ről játszottunk szerintem is. Hát erre vártunk régóta, hogy most végre visszálltunk félpályára, tehát nem gyárruhangáltunk össze-vissza. Próbáltuk egymást keresni, tehát nem egyéni játékot játszottunk, hanem csapatjátékot próbáltunk játszani. Most egy cserénk volt, nem volt az, hogy most mindenki keveset játszik. És szerintem, ha így folytatjuk, akkor lesz még több győzelem is. A C plusz V bádogos mérkőzésen Tereánszki 2 gyors góljával az 5. percben már 2-0-ra vezetett a bádogos. Mint később kiderült, ezzel el is lőtte az összes puskaporát a gárda. A rendkívül ideges hangulatú, kiállításoktól sem mentes első félidő végén a C plusz V Horvát és Bors góljaival egyenlített, majd a fordulás után 3 perc alatt 3 gólt szerezve el is döntötte a találkozó kimenetelét. A meccs végén lőtt újabb 2 gól pedig már a fölényes győzelmet jelentette. A C plusz V végül teljesen megérdemelt 7-2-es győzelmet aratott a bádogos ellen. Hát egy ilyen hitehatott, nagyképű, lezser, senkiházi focit, amit csinált most a csapatom, végtelenül csalódtam bennük, úgyhogy egyszerűen nem is tudom, hogy ilyenkor megfordul az ember fejébe, hogy egyszerűen ezt itt le kéne húzni a rolót, abba hagyni az egészet, mert ez valahogy észre se vették, hogy más is van itt, aki ezért tesz, ad valamit, próbálja, hogy a sikerélményt elvinni a hétköznapokból, egy ilyen kis foci, hogy a focival előhozunk egy kis sikerélményt, nyerjünk, jól játszunk, jól érezzük magunkat, de ezt nem lehet semminek nevezni, ez egy nagy trógerság volt, ami itt volt. Egy nagyon jó taktikát kidolgoztunk, és úgy érzem, hogy 2-0-án elhitték, hogy megnyerhetik a mérkőzést, és bebizonyítottuk mindenkinek, hogy igenis a C plusz V még komolyan fog az elszámolásnál, komolyan kell vele számolni. A klub feca Turul mérkőzésen Magda góljával már a 2. percben megszerezte a Turul a vezetést. Erre a gólra még válaszolni tudott a klub feca Bobori révén, de a végig remekül játszó Turul 2 újabb találatára már nem érkezett felelet, így 3-1-jel vonultak szünetre a csapatok. A 2. félidőben a Turul gárdájában pályára lépett Rózsa Csaba, aki 18 perc leforgása alatt 4-szer is beköszönt az ellenfélnek. Főleg az ő gólerős játékának köszönhetően a Turul végül 8-3-ra legyőzte a nagy hiba százalékkal játszó klub feca csapatát. Kezd visszajönni a régi Turul játék, ezt vártuk a csapattól. Igyekszünk most már, jók leszünk. Ennyire rosszul még nem láttam 10 év alatt játszani a csapatot. Mindenki a pályán csak szédelget, senki nem volt ember. Turulán a jobb csapat, hogy ilyen előtt adjunk nekik. Ezt játsszák, egy rövid passzos játékot, és mi 5 méterre fogtuk az embert. Esélyünk nem volt. A keddi nap utolsó mérkőzésén a bajnokságban vezető Aprilia Motoros volt, és a 2. helyzet Fedél Kft. Találkozott. A listavezető az első perctől beszorította ellenfelét, amely gyors ellentámadásokkal próbált zavart kelteni. Ez sikerült is, a 16. percben büntetőhöz jutott a Fedél Kft., azonban Balló Sándor kihagyta a hetest. 5 perccel később aztán javított Balló, egy jól helyezett lövéssel megszerezte a vezetés csapatának. A rengeteg zicsert elhibázó Aprilia a félidő utolsó percében Salac csúsztatott fejesével tudott egyenlíteni, majd a 2. játékrész elején Bérej Zoltán szerencsés góljával a vezetést is megszerezte. Balló másodszor is betalált, ezzel ismét egyenlő volt az állás, de az Aprilia Domján bombagóljával és Vajda találatával végleg eldöntötte a meccset. Az Aprilia 4-2-es győzelmével megszilárdította első helyét a bajnokságban. 2 újonc találkozott egymással az 5. MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. És a 9. Poyák BT összecsapásán.
A fekete-fehér mezben játszó MÁV, ahogy az lenni szokott, nagy elánnal kezdte a mérkőzést, és bizony ennek a Polyák látta kárát. Pusztai vezérletével már az első félidő végén 3-0-ra vezetett a MÁV gépészet. Fordulás után sem változott sokat a játék képe. A Polyák BT játékosai is eljutottak az ellenkapujáig, de gólokat ezen a találkozón csak a MÁV szerzett. Ennek eredményeként a MÁV gépészet ilyen arányban is megérdemelten 5-0-ra verte a Polyák BT-t. Rengeteg helyzetet kihagytunk. A másik meg az, hogy a Sünés társai ellen ugye megjött az önbizalmunk, és azóta verhetetlenek vagyunk. Az egész csapat nagyon gyenge volt, mind a védekezésben, mind az előjátékban. Sajnos egy passzot nem tudtunk megcsinálni, a játékunk nem volt folyamatos, és ők egy érintővel végigvezették a labdát, és góllal zárult a legtöbb támadásuk. Kiesési rangadón csapott össze a legutóbb első győzelmét begyűjtő Maratonsport és a hullámzó teljesítmény nyújtó Sünés barátai. A meccs tétje nagy volt, hiszen a győztes elléphetett a kieső zónából. Egy Süni kapufa után a Maratonsport szerzett vezetést, ám nem örülhettek sokáig a zöldek, hiszen az első 25 percben a fehérmezes Süni megfordította az eredményt. A második félidő nagy részében a Süni és barátai élesre állította tüskéit és elhúzott ellenfelétől. Eztán izgulhattak bozaiék, hiszen a Maraton felzárkozott, ám egyenlíteni nem tudott. Végül a Süni és barátai 2 góllal 6-4-re nyerte a találkozót, feljebb lépve ezzel a tabellán. Nézzük az első osztály 8. fordulójának eredményeit. Fevita Total Food 3-7, Csé plusz V Bádogos 7-2, Klub Feca Turulline 3-8, Fedél Kft. Aprilia Motorosbolt 2-4, MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Polyák BT 5-0, Maratonsport Süni és barátai 4-6, Cooper SC Bombon 1-7. A tabellát továbbra is 100%-os teljesítménnyel, 8 meccsből 8 győzelemmel 24 ponttal az Aprilia Motorosbolt vezeti, második a Bombon, amely csapat 7 meccset játszott eddig 18 ponttal, még harmadik a Fedél Kft. 16 ponttal. Negyedik a MÁV Gépészet, ötödik a Turulline, hatodik a Csé plusz V, hetedik a Bádogos, nyolcadik a Klub Feca, kilencedik a Polyák BT. A Süni és barátai fellépett a 10. helyre, a kieső helyeken pedig 11. a Cooper SC 6, 12. a Total Food 4, 13. a Fevita 4 és 14. a Maratonsport 3 ponttal. Az 1B, azaz a második vonal 8. fordulójában a Fehér Víz a Zöldker 96 Kft-vel 8-3-at játszott, Opsitos Ságépítő RT 8-0, Más Tészta Truck Trailer 2-2, Fészeképítők FC Chelsea 0-1, Korral B Ördögök 3-6, Placbau Erszábalba Logisztik Széphő 1-3, Hungária Taxi Dekkebau 3-8. Itt a tabellát a Fehér Víz vezeti 24 ponttal, 100%-os teljesítménnyel, második a Truck Trailer 22, harmadik a Dekkebau 21 ponttal, aztán egy nagy szakadék után negyedik a Fészeképítők, ötödik az FC Chelsea, hatodik az Erszáb, hetedik az Opsitos, nyolcadik a Korral, kilencedik a Zöldker, tizedik a Más Tészta, a kieső helyeken pedig 11. a Ságépítő RT 7, 12. a Biördögök 6, 13. a Placbau 5 és 14. a Hungária Taxi 3 ponttal. A kispályás első osztályú bajnokság küzdelmei a jövő héten szünetelnek. Legközelebb csak november 12-én lépnek pályára a csapatok, akkor félfordulót rendeznek a 10. játék héten. Ekkor a Csé plusz V a Total Fooddal, a Fedél Kft. A Süni és barátaival, a Klub Feca pedig a Bádogossal, valamint a Cooper SC az Aprilia Motorosbolttal csap majd össze. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!